A legújabb termékünk egy kis 7 dolláros kütyű, igen, 6,99-be kerül, de 268 darab játék van rajta, és olyanok, mint a Mario, a Pac-Man, a Contra, tehát azonnal meg kell vásároljam. Megmondom őszintén, először kicsit átveri szagúnak éreztem a dolgot, de tényleg ebből a 7 dollárból kihozták azt, hogy egy kétszoros színes LCD kijelzőt kapunk. A konzol bal oldalán vannak az irányító gombok, a jobb oldalán pedig a kis funkciógombjaink, amivel tudunk mondjuk a játékokba ugrani és lőni. Kapunk egy hanggombot, ami bal oldalt fönn található, egy play-pause gombot, illetve a jó öreg reset gombot, amivel teljesen újraindíthatjuk a készüléket. A kis konzol már jó pár napja nálam van, de megmondom őszintén, még most sem tudtam a lista végére jutni. Úgyhogy kipróbáltam a Mario-t, a tankot, az F1 részt, a Kung Fu-t, a Bomberman-t, a Popeye-t, Star Force-t, Snooker-t. Azt azért előre gondolni lehetett, hogy ez a 7 dolláros ár nem egy minőségi terméket takar, de nem lett olyan rossz igazából. Szerintem a fele csak a kijelző ennek a 7 dollárnak, a maradék pedig a nyák meg a műanyag. De ahhoz képest tényleg egész jó lett. A gombok azok kicsikét lötyögnek, de nem kattannak hangosan, és úgy ez egész teljesen rendben van rakva, nem recseg, nem robog a készülék.